Itt december 11-én van lehetőségem elmenni Barcelonába. Ezt én két hónappal ezelőtt tudtam meg apukámtól, és utána, hogy mentem én kórházba kontrollra, ott találkoztam a Sanyival, és akkor mondta, hogy ez biztosra lesz. Ennek nagyon örültem, de a legfőképpen múlt héten, amikor már elküldte a jegyeket és a repülőjegyet, minden, az alatt biztosra, hogy van, ez tudik. És a Barcelonában tervezem a stadion látogatást megnézni. Meg a városban mindent megmutatás fenyite. Már kiskorom óta a Barcelonának szurkolok, mert bennük megvan egy elrendezetes játék felfogás. És nálatok a családban is azért a futballnak elég komoly gyökerei vannak, ugye? Hát, tesóm is Barcelonás, apukám megy egy madridos. De hogy focizik is mindenki a családban aktívan. Hát, rajtam kívül, igen. De hogy szeretnél te is, hát, persze. Izgalmas lehet ott, hogy El Pasito. Jó, hogy nem felírok erre. Említettem már, hogy most nem állok föl újra, szerintem jobb, hogyha itt a legközvetlenebb, hogy van velünk egy rendkívüli ember, ott ül csíkos pólóban az asztal mögött, és az a többek között az a közös benne is Mátéban, hogy mindegyiküknek a pólóján ott található a Barcelona címer. Ez az egyik dolog, ami összeköti őket, kettőjüket, majd a Sándor elmondja, hogy hogyan is ismerte meg Mátének a történetét, és miért döntött úgy, hogy ő ma egy különleges dologgal szeretné meglepni a Mátét, már csak azért is, hogy ezzel is az álmának a teljesítésével is segítse az ő gyógyulását. Kész csókom, tiszteletem mindenkinek. Rögtön azért azt mondanám, hogy nem is egy, hanem inkább két ember van itt, közösen tudjuk megvalósítani ezt az álmát a Máténak. Engedjétek meg, hogy a kályhától kezdjem a történetet, Angi vagy örül neki, vagy nem, de akkor is elmondom. Egy májusi foci úton volt őként nálunk Barcelonában, ezt nem egy nagyon kellemes négy napot töltöttünk el, és ott derült ki ez az egész számomra, hogy létezik egy ilyen fiatalember. Ott ismertem meg mélyebben a történetét. Ott fogalmazódott meg az a gondolat, hogy hát ha megtehetjük, akkor, és azt gondolom, hogy ez egy fontos dolog, hogyha megtehetjük, akkor segítsünk neki, és váltsuk valóra az ő álmát, és hát teljesen ingyen és bérmentve elviszik őt egy mérkőzésre. Ez a mérkőzés, ez a december 11-i Barcelona Celtic bajnokok ligája mérkőzés. Csodálatos dolognak tartom azt, hogy az orvostudomány ideig eljutott és segíteni tud. Emellett a mi segítségünk az eltartó, de hozzá tudunk adni, ahogy ugye elhangzott, valóra tudjuk váltani egy fiatal ember álmát, aki újjászületett szó szerint. Hát én nem tudom, hogy ha segíteni szeretne az ember, van-e ennél szebb dolog. Ezen tudom megképzelni. És tényleg mindenkinek, akinek szükség van, aki felépül egy betegségből, akinek tudunk segíteni, annak segíteni kell, és mindenkinek segíteni kéne, hogy ezt a Sándor elmondta, aki megteheti, segítsen. És hogyha ebből el tudunk indítani egy mozgalmat, hogyha el tudunk indítani egy olyan folyamatot, hogy erre odafigyeljenek az emberek az üzleti életben, a mindennapokban, akkor én úgy gondolom, hogy nem csak egyszer tettünk jót, hanem megpróbáltunk folyamatosan segíteni, és ezen is leszünk, tehát mi odafigyelünk majd ezekre a dolgokra. Ez az első. Ezért mondja, hogy ezentúl ezt. Így van, és szeretnénk ebből egyszer csinálni.